Sziasztok mindenkinek, aki követi az Agave könyveket, ez itt az első állomás. Palmer Eldritch 3 stigmája című könyvet olvastuk Philip K. Dicktől, és Dr. Zahra Gábor olvasott velünk ebben a hónapban. Megosztottad már velem itt az élményeidet, mikor bejöttünk volna ide a rögtönzött mini stúdióba, de akkor most így mindenki előtt, hogy tetszett ez a Philip K. Dick? Egyébként remek mű valahol, mert hogy gyakorlatilag a legnagyobb regényének tartják az ember a Fellegvárban mellett. Üdv mindenkinek, köszönöm a meghívást, megtisztelő, hogy engem kértetek föl. Megmondom őszintén, hogy azért sejtettem, hogy ez miről fog szólni, szóval ez nem az a leülök délután, rágyújtok, kellemesen fölteszem a lábamat és falom az oldalakat. Szóval mit tudom én, nem az a Da Silva könyv, vagy nem Ken Follett, ugye, nem. Ami ugye eteti magát természetesen. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért egy részével nagyon megszenvedtem. Megmondom őszintén, szóval nem az olvasás öröme azért alapvetően ez a könyv, de az ember egyszer elolvassa, és persze, hogy itt elolvastam a kritikákat ugye az online világban, vagy az ember már kétszer vagy háromszor is elolvassa, amire én nem nagyon szoktam képes lenni egy könyv esetében, akkor teljesen új részek jönnek belőle. Ez pontosan ugyanolyan, mint ugye, amikor az ember megnézte, mint tudom, a Trónok harcát, vagy most ugye itt az előzmény sorozatot, akkor amikor először végignézi, akkor megvan a történet. És amikor másodszor végignézi, akkor a második részben az a kitekintés, az a szemvillanás, az a félmondat, az utal arra, ami majd a hatodik vagy a nyolcadik részben lesz, és akkor úgy jobban tulajdonképpen össze tud állni valójában a kép. Úgyhogy azért, ha nekiáll valaki ezt elolvasni, egy készüljön föl rá, hogy azért ez nem egy május elsői felvonulás lesz könnyen mosolyogva. És ha végigolvasta, és ez tényleg nem az a egy éjszaka, nem teszem le a könyvet című történet, akkor utána, ha visszatér majd rá, és mondjuk nem egy hónap múlva, hanem mondjuk egy év, két év múlva, akkor azért biztos, hogy azért bizonyos újabb aspektusokat fog meglátni benne. Hát én sejtem, hogy engem miért hívtál meg erről a könyvről, szóval nem azért, hogy most Philip K. Dicknek ugye a gnoszticizmusáról, meg az ismét kereséséről beszéljünk, mert megmondom őszintén, azért teljesen tök vagyok, és nem is nagyon tudnék hozzászólni, hanem tényleg arról, hogy az ő életében, illetve hát a könyveiben, amik ugye hát elég jellemzően alapvetően erről szólnak, mit is jelentett neki ugye a szerfüggőség, mit jelentett neki ugye a saját pszichiátriai betegsége, mit jelentettek neki ugye az öngyilkossági kísérlete, a gyerekkori traumái, és azt gondolom, hogy ez alapvetően ennek az embernek az életét hihetetlen módon végigkísérte. Igen, hát gyakorlatilag minden egyes regényre azt szokták mondani, hogy ez az egy ilyen drogos vízió és egyfajta istenkeresés, akár nevezhetjük így is, ami egyébként megjelenik a Palmer Eldritchben is. Azért hívtak téged, nem csak azért, mert ismerjük egymást most már jó ideje, hanem mert volt egy Betépet álmodozó című előadásod, és abban egyébként említetted Dicket. Így van, így és, van. És ott gyakorlatilag nekem egy ilyen gondolatom merült fel, annak az előadásnak a kapcsán, hogy mintha két típusú művész szerhasználó lenne. Az egyik, aki mondjuk a hirtelen jött siker, hírnév hatására belesodródik egy szerhasználba, vagy Stephen King egy jó példa. Saját kokainfüggőség, ugye, és a legjobb könyveit az gyakorlatilag akkor írta. Teljesen. Szóval azokat végigolvasva tényleg az embernek borzongott tulajdonképpen állta. Nem mondom azt, hogy a többi az nem jó, de azért egy állattemető, vagy egy ragyogás, ragyogás. Vagy egy ragyogás, az azt kell, hogy mondjam, hogy azért azt überelni azért az nem nagyon tudta. Ez nem se a könyveibe, se pedig a novellában. Ez így is van. De viszont van a másik típusú szerfüggő, mondjuk a beat nemzedék, hogyha William S. Burroughs-t mondjuk, vagy Kerouac-t, vagy Ginsberget, és nekem miután Dick ugye a kortársuk, nekem ő is valójában tartozik, aki nem belesodródik feltétlenül a szerhasználatba, hanem olyan, mintha a saját tehetsége kiterjesztésére egyfajta kísérletként élne tulajdonképpen a szerekkel. Mint hogyha ezt próbálna egy kicsit felerősíteni, és ugye Dick el is mondta a számtalan interjúban, hogy neki különböző víziói, meg félelmei támadtak, és ezeket írtam meg, ezeket foglalt a regény formában. Hát nem csodálom, és persze mondjuk akár említhetnénk egy harmadik típust is, aki mondjuk ezzel kapcsolatban van, aki úgy gondolja, hogy majd a szerek hatására megnyílik előtte a világ, és akkor olyan dolgokat fog tudni alkotni, mint amit ugye Dick is alkotott. És én ezért az előadásnak ezért lett a címe, a Betépet álmodozók, hiszen nagyon sokan próbálkoztak, akár ugye itt az irodalomban, akár a zenében, hogy majd a szerektől, és azért valójuk őszintén nem soknak sikerült. Szóval aki tényleg úgy jött ki ebből a dologból, oké, esetleg belehalt ebbe a történetbe, mert számtalan ilyen példát lehetne mondani, de végül is olyat tudott alkotni, ami vitte előrébb ugye a világnak a szekerét, és nem is kicsivel, hiszen azért mondjuk a science fiction irodalom azért nagyon sokáig azért nem ez a high-end típusú,
De azt gondolom, hogy itt azért Philip K. Dick és Asimov és az ő körbevevő néhány író azért az olyan dolgot tudott alkotni, ami azért egy alapmű. Szóval fantasztikus hangyú a csillagok háborúja. Szóval tényleg az ember leül, mondjuk olvasod talán kevésbé az a látvány, hogy az a film is készül, de hát az alapvetően tényleg nem arról szól, hogy akkor ott mély gondolatok legyenek, hanem nagyon egyszerű történet, ami zseniálisan van megcsinálva, mind ugye a film szempontjából, és hát tényleg belegondolunk, hogy a 70-es évek közepén készült egy olyan film, amit ma is úgy tudsz végignézni, ebbe a mai technikában, amikor gyakorlatilag számítógéppel tulajdonképpen mindent, az univerzumot meg tudja teremteni, hogy akkor ugye makettok voltak, ugye, és azokat rakosgatták, tették-vették, hogy alapvetően azért a kettő az messze-messze nem ugyanaz. És persze, ha megnézzük ugye a science fiction irodalmat, abban is rengeteg van, az űrháború és akkor lövöldözés, ez van, ami persze megjelenik ugye Dick könyveiben is, ugye azok a konfliktus helyzetek, ami a szószoros értelemben a fizikai konfliktusokról szól. De igazából csak körítés. Igen, körítés, és sokkal-sokkal mélyebb értelem, és tényleg az egész a saját életének a megjelenése, ugye a testvérét azt nagyon hamar elveszítette, ugye egy hónapos volt ugye egyik eltestvére, és nagyon sokáig ugye itt ugye saját magát tette ezért felelőssé, aztán mikor kiderült, hogy gyakorlatilag az a gyerek ugye elsorvadt, ugye szinte majd, hogy nem éhen halt, akkor ugye az anyával való kapcsolata, akkor a szülők korai válás, mert 6 éves korukban ugye elváltak, és azért az egy nagyon-nagyon komoly trauma, még egy teljesen lélekben egészséges gyerek számára is, ugye, és az anyával soha nem találta meg ugye azt a fajta kapcsolatot, ami mondjuk egy klasszikus anya-gyerek kapcsolat volt, és ezek mind-mind olyan traumák, amelyet ők végig kísérték, és hát világos, hogy innen, majd hogy nem azt mondom, hogy szinte egyértelmű út vezetett ahhoz, részben a pszichiátriai betegségéhez, részben az útkereséséhez, és természetesen ugye akár a szintetikus szereknek a varázsához, ami azért, hát igen, ezek függőséget okoznak, ezek a szerek. Tudtad egyébként úgy olvasni a Palmer Eldritch-et, hogy nem szakmai szemmel? Az a baj, hogy nem lehet így olvasni. Pontosan ezért bajom, hát most egy ilyen orvosos sorozatot nézve, ugye a televízióban is, ugye velem nem lehet ilyet nézni, mert folyamatosan kommentálom, és akkor mit tudom, én mondom a feleségemnek, hogy te figyelj, ez azért, ez nem így van, meg ez nem így működik, meg ez hülyeség, és így tovább, és így tovább. És például mondjuk itt a Sárkányok házánál is, ugye bent a kórházban, hát nem azt mondom, hogy vérre menő vitány, de azért, hogy mi lehetett a király betegsége. És aztán persze volt közös nevező, sokféle diagnózis merült föl itt az úgynevezett kutánlimfomától kezdve, ugye ez olyan vérképzőszerű betegség, meg elsősorban bőr megjelenései vannak, hiszen láttuk ugye azokat a borzasztó képeket már az elején, és hát persze, mikor ugye itt Operaház fantomjaként jelent meg ugye a király akkor, és levette az állarcát, akkor lehet, hogy sokan hátra hőköltek, és ez egy zseniális maszkmesteri munka volt. De hát végül is ugye jutottunk közös nevezővel, hogy a király leprája volt, és ugye a lepráról pontosan tudjuk, hogy ez egy nagyon lassan előre haladó betegség, hosszú évekig járó lappangással jár együtt, és nagyon jól visszaadták ugye azokat a testi tüneteket, és persze a leprának vannak pszichés tünetei, ami azért nem mindenkinél jelenik meg, és hát azért a királynál talán ez kevésbé jelent meg. Most a végén ez a hallucinációs élménye a halál előtt, ugye, amikor ugye ezt igen, hát ez szerintem sokan, akit igazániból érdekelt, az akár Hajnali Kettőkor is fölkel, azért, hogy ugye megnézze az utolsó részt, és ma már ugye át bárhol rámész a netre, szóval olvasod és várod, és adottan, hogy most majd másfél év múlva találjon a folytatás, ugye, ami egyértelmű, hogy a polgárháborúról kell szóljon, és hogy hogyan esik szét, és jöttek ugye ez a család, de visszatérve erre az egész gondolatmenetre, hogy az ember nem tudja letenni sajnálatos módon a szakmát, és mondjuk ettől még ugye azok a szerek, amelyek ugye itt megjelennek ebbe a könyvbe, azok azért tök jól visszaadják, hiszen például mondjuk egy halucinogénszer, az nem biztos, hogy elereszt. Szóval belekerülhetsz egy olyan úgynevezett drogindukált a pszichózisba, és nekünk is számtalan ilyen betegünk volt, aki mondjuk egy ilyen halucinogénszer fogyasztását követően, akár több hétig is egy ilyen nagyon furcsa világban él. Fizikálisan úgy egybe volt, szóval hogyha megnéztük a különböző paramétereit, akkor az nem volt tulajdonképpen semmi gond, de nem tudtunk vele érdemi kontaktust teremteni. És ugye ilyen-olyan gyógyszerek, antipszichotikumok, kezelés, és aztán volt olyan betegem is, aki egy reggeli fölébredt, és azt mondta, hogy hello. Megérkeztem. És meg visszajöttem, és ugye nem tudjuk ezeket a dolgokat megmagyarázni, hiszen ugye a halucinációs élménynek a biokémiáját azt nem tudtuk még mind a mai napig megfejteni, pedig ha meg lehetne fejteni, akkor ez tök jó lenne, mert akkor lehetne mondjuk ezt irányítani, de nem tudjuk ezeket irányítani, és lehet, hogy egy tök jó trippje lesz valakinek, és
De mi van akkor, hogyha mondjuk 6 ilyen orgazmus élményt követően, mondjuk a 7-nél mondjuk egy kígyó verembe esik, vagy mit tudom, egy jég alá csúszik, vagy ez a visszatérő dolog, amiről nagyon sokat beszámoltak, ez a végtelen lépcső. A soha véget nem érő lépcső, ami megy fölfelé, és nem ér a tetejére, vagy ha a tetejére ér, akkor amikor ott van az ajtó, akkor azt még nem fogja tudni kinyitni, és akkor ez egy borzasztó érzés ugyebár az illetőnek. Szóval nem tudunk biztosan lenni ezeknél a szereknél. És melyik szereket tudod beazonosítani? Ugye van egy szerünk a drazsé, amitől ugye az emberek kvázi egy Barbie babákba vetítik a tudatokat, és egy ilyen kollektív élményt ad, és van ugye az éter, amit a bálreád is hoz vissza magával, ami meg ezt a típusú hallucinációt okozza, ezt a végtelen és elmagányosodott időérzékelést. Hát ez az utóbbi az egyértelmű, hogy lehet valamilyen triptamin származék, ami ugye alapvetően hallucinogén szerek, hát ide tartozik például mondjuk a talán sokak által ismert, de kevesek által gondolt, ugye, hogy ez erről szól, ugye a bufotenin, ugye a varangyos béka fűtőmirigyéből termelt ugye hallucinogénszer, de sorolhatnám, persze ezek más kémiai csoportba tartoznak, hogy az LSD, illetve az újabb LSD analógok, amelyek azért hogy sokkal durvábbak, persze az LSD is ugye szintetikusan előállított, de most már ugye itt, amíg ott a designer drogokról beszélünk, most már 11 néhány éve, akkor megjelentek olyan új LSD analógok is, amelyek sokkal kisebb mennyiségben, és itt azért tényleg mikrogramnyi mennyiségek. Hát most gondoljuk bele, ez egy mikrogram, szóval 1 gram az 1000 milligram, az 1000 milligram az pedig, vagy 1 milligram az pedig 1000 mikrogram, és ebből mondjuk 5-10 mikrogram már nagyon intenzíven meg tudja változtatni az agybiokémiai működését és hallucinációkat okoz. Ráadásul ezek még sokkal elnyújtottabb hatások, akár lehet olyan is, amelyik 24-36 órás trippet tud adni, és abban sokkal-sokkal könnyebb lehet tulajdonképpen beleragadni. De mondhatnám akár mondjuk a pszilocibint is, ugye a varázsgombát, aminek a kultúrtörténeti jelentősége óriási, hiszen hogyha megnézzük, ugye itt az európai mesés mondavilágot, ugye itt a vikingektől kezdve, ugye a görög, a római regékmondákban, azért ez előjön, ugye itt a sámán kultúrákban, ez nagyon-nagyon fontos szere volt. A másiknál ott ez a Barbie-babába vetített kollektív tudat, az nagyon-nagyon nehéz beazonosítani. Lehet azért az egyfajta mondjuk stimulánszer, mondjuk akár az extázi is, de persze extrém módon, hiszen ott azért mondjuk ez a végtelen boldogságérzés, ez a szeretek, mindenkit szeretek, mindenkit lelkemről lelek, emellett persze a megjelenő testi tünetek talán azért hajazhatnak erre. De itt azért sokkal nehezebb ugye ennél a szernél beazonosítani, hogy itt esetleg a tudományos oldalról nézzük, akkor milyen kemikáliákat tudnánk itt megnevezni. Az volt itt az érdekes, hogy, és ezt szerintem Dick egyébként tökéletesen ábrázolta, hogy ugye a Marsra kényszer kitelepített telepesek azok, akik ezt a drazsét használják leginkább, és hogy ők egy ilyen, a társadalomnak egy nagyon alsóbb rétege. El lehet választani egyébként a társadalmat droghasználat szempontjából? Kik azok, akik az alsó réteg mit használ, a felső réteg mit használ? Nyilvánvalóan, aki látta a Wall Street farkasát, az nagyjából látja, hogy mondjuk a felső réteg mit használhat, de hogy ilyen szempontból el lehet egyébként szeparálni? Ki mit részesít ebben? És mielőtt itt belénk kötnek itt az alsó réteg, felső réteg, az anyagiakról van szó, illetve anyagi lehetőségekről van szó, és nem bármi egyéb kasztrendszerről. Igen, egyértelmű, hiszen azért ma a szereknek az árbesorolása az 200 forinttól egészen mondjuk 30-35 ezer forintig terjed. A toll, a 200 forint, mondjuk egy ilyen szintetikus marihuana cigaretta, most ha belegondolsz, hogy egy 200 forint. Szóval érted, itt a környéken 600 forintért lehet parkolni óránként. Szóval azért itt, hogy az arányokkal tisztában legyen az ember, vagy például ugye hát most itt van nyakunkon ugye az infláció, ezt azt gondolom, hogy mindannyian érezzük, és hát itt tudom én, egy doboz vajat az ember nem kap meg 1000 forint alatt. Szóval abból idézőjelben 5 darab ilyen szintetikus marihuánás cigaretta kijön. Persze ezeknek is ugye most egy kicsit fölment az ára, de nem olyan jelentősen. Az igaz pedig tényleg a jó minőségű kokain, és mondjuk azért az itt Magyarországon is rétegszolgáltatásként drogban jelenik meg, de hogy más országokban mennyire intenzív, például Londonban, ugye ami mondjuk Európa legnagyobb kokain fogyasztója, egy nap körülbelül 23 kiló tiszta kokain, és persze nem tiszta kokaint használnak, mert az utcai kokain az azért egy higítottam, 23 kiló tiszta kokain az, amit az emberek elhasználnak, és a londoni szennyvízben történtek ilyen szennyvízanalitikai vizsgálatok, olyan mennyiségű kokain található, ami egy csomó
egyéb városban együtt nem fordul valójában elő, hiszen ugye attól a pillanattól kezdve, hogy az ember felszippantja a szert, vagy, de most ez bármilyen szerről van szó, hogy az bekerül a szervezetünkbe, végrehajtja, amit kell, utána elkezd lebomlani, illetve egy része bomlatlanul, illetve az anyagcsere termék ugye a metabolitok formájában ürül, és ha mondjuk nem itt a fatövébe pisilünk, hanem mondjuk kimegyünk a WC-re és belepisilünk, és megnyomjuk az öblítőgombot, az abban a pillanatban elindul, és a szennyvízből vett mintából meg lehet például azt mondani, hogy egy adott terület, kerület, lakótömb, aki mit tudom én, így gyűjti a szennyvizét, ott milyen aktuálisan ugye a szerfogyasztás, de ez nem csak a szerekre vonatkozik, ez a gyógyszerekre is ugyanúgy vonatkozik, és ez már egy nagyon régi történet, hogy például a Dunában, ugye amióta megjelentek ugye a különböző antivirális tabletták, ha bár most már sokkal kisebb hormontartalmak, mint ugye annak idején a bisekulin korszakban, a Duna vizének jelentősen megnőtt ugye a női nemi hormon tartalma, ami esetleg bizonyos halak szempontjából nem éppen kedvező változást tud tulajdonképpen előidézni. No persze ez megint ugye a környezetszennyezésről szól, amire az ember nem is nagyon gondol, hiszen mondjuk nem egy kiló kokaint vagy biofüvet fog magunkból kipisálni, de amikor ilyen mennyiségű ember használja, akkor a sok kicsi sokra megy kategóriába, szóval ezekre kell gondolni, és ugyanúgy az altatónyugtatószerektől a vérnyomáscsökkentőkig, és nagyon jó vizsgálatok vannak, és most már magyar vizsgálatok is vannak ugye ezzel kapcsolatban, hogy a szennyvíz analitika az milyen lehetőségeket ad arra, hogy egy adott csoportnak szerhasználatáról, gyógyszerhasználatáról ugye nyerjünk valójában adatokat, és ez nem csak mondjuk az idézőben a szakembereknek, hanem most gondolj bele mondjuk egy olyan cég, amelyik gyógyszercég, amely bizonyos gyógyszereknek a forgalmazásával foglalkozik, innen is tud valami adatot meríteni, akár egy szó szerint értelő, nem csak onnan, hogy milyen eladási adatok vannak, amiket meg tud kapni a gyógyszernagykertől, az OEP-től, hanem ezt meg tudja nézni. Sőt, ugye, nem konkrétan adat is ad, már egy beszedet meg is. Hát persze, igen, mert attól, hogy megveszi, az még nem biztos, hogy be is fogja szedni természetesen. Nekem az az érdekes egyébként itt Dicknél is, és ez a Szántan regényében megint csak elő, olyan kamera által homályosan még így eszembe, hogy ugye a szerhasználó önmaga ellen nyomoz tulajdonképpen, vagy önmagát keresi nyomozóként. De nekem az nagyon érdekes, hogy mintha Dicknél nem mindig lenne ebből a szerhasználatból kiút. És hogyha lefejeztük most magát a hozzászokást, akkor mi az a lélektani vagy szociális gát, ami mondjuk szó szerint meggátolja ezeket az adott függő embereket, hogy kilábaljanak, vagy megpróbálnak kilábalni mondjuk ebből a... És hogy miért mondjuk akkor azt, hogy ugye te is szoktad mondani, hogy olyan nincsen, hogy valaki meggyógyul. Igen. Hogy ilyen fogalmat az el kell felejteni. Így van. Hát ugye itt persze nem arról van szó, hogy valaki elmegy egy buliba, vagy bárhol elszívott, hogy egy panglit, bevesz egy tavit, egy csíkot, mert az alapvetően nem a függőség. Itt a szereknek jelentősen különbözik az úgynevezett addikciós potenciálja, a hozzászokás valószínűsége. Hát azért mondjuk egy marihuána használónak azért évekig kell szinte dolgozni, ahhoz persze dolgozni, az egy kicsit furcsa hangzik itt, de szerintem érteni fogják, hogy miről van szó, hogy nála valójában a függőség kialakuljon, de például mondjuk az opioid típusú szereknél, ugye morfin, fentanil, újabb fentanil analógok, ugye a természetben előforduló félszintetikus vagy szintetikus ilyen jellegű szereknél akár 3 hét alatt is megjelenhet tulajdonképpen a függőség. Miért? És ez nagyon gáz, amit mondok. Azért, mert a kábítószer jó. És ez persze, most nehogy bárki most itt többet fölkapítják fölkel, hogy már ez a fasz is ugye mit beszél itt össze, vissza itt beszél a kábítószerrel. Csak ugye ez pont az egésznek valójában a lényege, mert ugye a tyúkszart nem kaparjuk össze az udvarról és nem esszük meg. Mert ez nem jó alapvetően. Tudjuk, hogy valójában úgy miért, ha már nem, valószínűleg nem kóstoltuk ugye ezt az egészet. De a szerek azok alapvetően tudnak úgy esetleg megváltoztatni, hogy az ember kiszabadul abból a napi békjóból, el tud lazulni, teljesen másképpen viselkedik, és én erre szoktam mondani, hogy most körülbelül olyan 900 körüli szer van, ami kint van a piacon. Ez nem azt jelenti, hogy ebből mindent meg lehessen venni, hogy akkor van egy jó vastag étlap, és akkor az ember lapozhatja, hogy akkor is oda van írva, hogy mit tudom én, opioid típusú szerek, stimulánsok, halucinogének, katinonszárba, dégó, triplán, stb. Hanem ezek közül azért jó pár ott van kint a piacon. És bármelyik szer, és most tök mindegy, hogy milyen ennek a kémiai szerkezete, tök mindegy, hogy ezek hogyan hatnak a különböző struktúrákra, akár a pszichés állapotunkra, akár a pszichai állapotunkra, de ezek egyetlen egy dolgot csinálnak, amik megváltoztatnak bennünket. És ugye, ahogy az alkoholnál is az ember érzi, hát most mit egész
látom. És egy olyan nagyon, és olyan ellazul, és olyan jókedvű lesz, jópofa lesz, csak ott még azt tudom kontrollálni, de abban a pillanatban, hogyha felszippantottam, elszívtam, magamba szúrtam, lenyeltem, stb., akkor ez elindul egy folyamat, amiben nem fog tudni vele szólni. És pontosan ez a veszélye valójában a szereknek az a változás, ami nem feltétlenül kell, hogy mindig negatív legyen. Hiszen most gondoljunk bele, hogy kb. 40 millió kábítószer használat történik Magyarországon évente, és ez nem azt jelenti, hogy akkor 40 millió kórházba kerülnek, és mondjuk kis buszokkal, vagy csuklós buszokkal hordják ugye a kábítószer használókat ugye a különböző kórházi osztályokra, mert ehhez képest, ha akár mondjuk a rendőrségi ügyeket megnézzük, 8000 egy évente, hát óriási nagy különbség van, akár például a sürgőségi ellátásban megjelenő kábítószer használókat, nagyjából egy ilyen 20-22 000 körüli mennyiség, és ha meglétesszük mondjuk a haláleseteket, ami mondjuk a teljes magyar lakosságra vonatkoztatva kb. 60-70 szokott általában lenni, akkor innentől kezdve nem az ennek az egész dolognak az üzenet, hogy figyelj, vigyázz, mert baromi könnyen lebuksz, 40 millió arányik ugye a 8000-hez, kórházba kerülsz, 40 millió arányik a 22 000-hez, meg meghalsz, ugye 40 millió arányik mondjuk a 60-70-hez összességében, hanem az, hogy azért valami furcsa dolgot ez ad nekünk. Valami olyan dolgot, amit nem biztos, hogy meg tudunk előre fogalmazni, nem biztos, hogy erre meg tudjuk mondani, de megváltoztat. És ez lehet időnként tök jó, és én megmondom őszintén, én soha az életemben nem használtam pszichoaktív szert, ugye az alkohol is, ugye, de hát alkoholt azt igen. Viszont az, amikor nekem annak idején a sérműtétem volt, és én fentanilt kaptam, ugye az egy olyan szintetikus morfin származék, amelyiket ugye a műtéti bevezetéskor adnak, ez egy fájdalomcsillapító, és olyan 80-szor potensebb hatású valójában, mint a morfium, akkor az valami baromi jó érzés volt. És ugye részben az volt a pillanat, amikor megértettem magát a heroinistát, hogy amikor beszúrja és jön a friss élmény, az milyen baromi jó, viszont az ember fejében ott van, hogy akkor én ezt, mi lenne ezt még egyszer? És itt kell, hogy az ember fejében, és ugye persze ez nem egy visszaélés, ez egy műtéti altatásnak a bevezetése volt, ott kell, hogy kigyulladjon az a bizonyos piros lámpa, hogy azt mondta, hogy oké, ez baromi jó volt, ezt elteszem oda, nagyon egy polcra, letakarom, teszek elé még 3 könyvet, 2 dobozt, hogy ne kerüljön elő, de mind a mai napig, ha valamilyen oknál fogva előjön, nem olyan elég halt meg az a kedves barátom, aki ezt a műtétet csinálta, és pont amikor ez a hír volt, akkor ugye ez is előjött bennem, hogy ez akkor egy tök állat dolog volt. De ezt el kell rakni, mert ha nem, akkor az ember belecsúszik. És például pont ez egy olyan típusú szer, ahol mondjuk tényleg 3 hét után a függővé válik valaki, és ugye a lefelé menő út az úgy viszi magát, no de a vissza út. Az az, amiért az embernek nagyon-nagyon nagy árat kell. És azt mondtad, hogy ott megértetted, hogy egy heroinista mit érezted, amikor belövi magát, viszont egyszer még régen, nagyon régen csináltam veled egy interjút, és akkor azt mondtad, ez egy nagyon-nagyon jellemző mondat volt, hogy akkor tudsz segítőként működni, vagy segíteni, hogyha kívül maradsz a rendszeren. Igen. Tudtál a pályád során valamikor, vagy akár itt mondjuk a Pálmár Eldrich szereplői közül bárkivel azonosulni, aki szerhasznál? Nem szabad. Nem szabad. És nem is akarok. Megmondom őszintén. Szóval pontosan ez a lényege, hogy én ezt kívülről lássam ezt a dolgot, hogy ő mit él át, ő ezt hogyan interpretálja, zseniálisan, azt kell, hogy mondjam. Szóval tényleg, amiket mi látunk ugye a napi gyakorlatban, a klinikumban, ugye meg az abszolút így összevág azzal, ugye, amit Dick is ugye itt leírt, azok az élmények, amiket átél. Ami nem feltétlenül az, hogy mitől mentem az utcán, és akkor jött velem szemben egy sárkány. Persze attól függ ugye, hogy kinek milyen az intellektus, hogy tudja ezeket elővezetni, mert hát volt olyan is, aki ezt mondta, igen, és akkor menekültem a sárkány elől, persze. Ez nem egy ritka dolog. Ez összefügg egyébként? Tehát, hogy egy kreatívabb, vagy fantáziadúsabb embernek szellemesebb halucinációk jelentenek? Nem, hogy ezt hogyan adja vissza. Szóval lehet, hogy az a sárkány, az neki is ugyanúgy megjelent, megkergette, meg ott repült fölötte, csak őből teljesen mást érzett vissza, mert még tudom én a sárkányba, akkor megfogalmazza valami gyerekkori traumáját, hogy ez olyan, mint amikor az anyja rátelepedett volna. Más meg azt mondja, hogy ott anyjult a sárkány, aztán okárta a füstöt, meg a tüzet, aztán én meg menekültem előle, aztán ennyi, aztán nem lett belőle, nem emelt meg, vagy fölébredtem. Című történet, szóval azért ez tényleg, itt azért, de az interpretációban van.
hogy akkor sárkány istenként ráterjesztette, vagy ugye ráborította a szárnyait, számtalanféle ilyen dolog lehet, másnál meg tényleg az otthon. Jön a sárkány, hú, de félek. Persze, itt igen, itt vannak különbségek, ez tagadhatatlan. Jó, amit mondta az elén a könyvről, hogy nagyon sok rétege van, és tényleg nagyon sok rétege van, valószínűleg ezért is vált egyébként a díjkéretmű egyik kiemelt darabjává, de sok olyan témáról is szól, úgyhogy 1964-ben jelent meg, amik egyébként ma aktuális, ugye eleve a globális felmelegedés elől menekülnek az emberek a Marsra, vagy telepítik ki őket a Marsra, de a másik, ami gyakorlatilag most már azért hosszú évek óta aktuális téma, és azt hiszem talán a Puzsér Roberttel vitáztál és egyszer nyíltan róla, az a drog legalizálása. Az miként változtatja meg a mi társadalmunkat? Ha legalizálódna. Ha ez a típusú utópia, amit mondjuk mindig megfogalmazott, megvalósul. Én azt gondolom, hogy ha most megnézzük, hogy így, ugye most 2022 ősze van, hogy milyen problémái vannak mondjuk Magyarországnak, vagy akár Európának, azt gondolom, hogy a droglegalizáció, maradjunk csak a marihuánánál, az nagyon-nagyon messze hátul, az egyik utolsó történetről szól. Ami nem azt jelenti, hogy akkor ezt örökre felejtsük el, és majd, hogyha itt rendeződött a gazdaság, az infláció, millió, hát azok a problémák, akkor majd valójában elveszünk, mert erről lehet beszélni, lehet ezekről beszélgetni, és alapvetően jó, hogy ezek előjönnek, mert ugye apropót adhat arra, hogy esetleg a legújabb tudományos eredményeket az ember ismertesse, hiszen ma már nem ördögtől való az, hogy ezek az úgynevezett kábítószerek, és most ne csak a morfiumról, fentanilról beszélünk, ami nagyon régóta része tulajdonképpen az orvoslásnak is, ugye anélkül van, nem lenne fájdalomcsillapítás, műtéti altatás, stb. De egy csomó olyan részben vizsgálat van, részben ma már vannak olyan gyógyszerek is, amelyek azért a klasszikus kábítószer körébe tartoznak, hogy csak mondjuk egy példát mondjak, itt van az eszketamin. Ugye az eszketamin az ugye az úgynevezett hólyagbarát ketamin, mert ugye a rendszeres ketamin használat az nagyon gyakran ugye vérvizeléshez és mindenféle hólyag problémákhoz vezethet, és lett az eszketamin, amelyiktől ilyen jellegű problémák nem alakulnak ki. Most ez nem azt akkor arra használják, hogy a vérvizelést meggyógyítjuk eszketaminnal, de az eszketamin ma az egy antidepresszáns orszpréként van jelen, ami persze nem azt jelenti, hogy ha valakinél diagnosztálnak egy depressziót, akkor rögtön első vonalból ugye ezt adják neki, hanem a különböző lépcsőknél ez nagyjából mondjuk a harmadik lépcső helyezkedik el, de ezt már Magyarországon is ugyanúgy törzskönyvezték. És nagyon fontos kísérletek folynak, és akkor részben ugye itt a marihuánáról, illetve a benne lévő különböző egyéb más kannabinoidokról is lehetne beszélni, ahol tényleg ma már vannak olyan úgynevezett atípusú evidenciák, ami azt jelenti, hogy ez egy biztos evidencia, szóval nem az, hogy talán lehet, voltak rá kísérletek, vannak olyan részben gyógyszerek, amelyek akár a természetes, akár szintetikusan tartalmazzák ezt vagy ezeket a vegyületeket, amelyek ma már a napi orvosi gyakorlatnak tulajdonképpen a részét képezi. Az, hogy ez Magyarországon miért nincs, erről sokat lehetne beszélni, én azt gondolom, hogy kellene, és persze, ugye nehogy azt gondolja bárki, hogy ez egy csodaszer, és akkor majd meggyógyítja a hasmenést is, meg a székrekedést is, mert láttam már ilyen fantasztikumot, hogy rá volt írva, hogy kézzel, hogy mikor használjuk a hasmenésünk, vagy a székrekedésünk, úgyhogy elképzelhetem, hogy ez fölismeri a gyógyszerünk, és az illető éppen a klotyón ül, és kigúvadó fejjel erőlködik, vagy éppen ül, és csak úgy folyik belőle. Szóval ilyen azért ez nincsen, de sajnos ugye ezt nagyon sok emberrel meg lehet ugye ezeket a butaságokat valójában etetni. De például ugye itt van mondjuk az MDMA, ugye az extázi, vagy akár a pszilocibin, ugye mint posztraumás stressz betegségtől kezdve, ugye, vagy akár daganatos betegeknél a haldoklás során, ugye a károlladikjába, a Hades birodalmából való áttevezés, az ne egy morfintól való teljesen dekonnektált állapotba történjen. És hát még sok olyan jó nevű, szóval nem ez a tudomtöblik újságban, igen. Brit tudósok történet, és akkor az ember úgy akarja a fejét, jó persze brit tudósok, hanem amelyek tényleg olyan kutatólaborokból, olyan műhelyekből származnak, amiket az ember nézi, például a Yale Egyetemen, azt gondolom, ennek a nevét azért sokan hallották, zajlanak ilyen jellegű kutatások, és ezek az interneten kvázi szabadon hozzáférhetőek, megnézhetőek, ugye ezek a gyógyszerkísérletek, hogy alapvetően ezek hol tartanak, fázis 1, fázis 2, fázis 3 vizsgálatok, ugye még mielőtt ezekből gyógyszer lenne. És ez nem azt jelenti, hogy akkor ez biztos, hogy ki fog kerülni, és akkor holnap után bemegyek a patikába, és azt mondom, hogy csokolom alfa PVP
amúgy, mert az egy csomó olyan dolog volt, és ez nem csak ezekre, hanem más egyéb kemikáliákra is vonatkozik, amelyek elbuktak ugye a vizsgálatok során, mert ígéretesnek bizonyult, de nem jött össze. A dolog is nagyjából azt mondjuk, hogy kb. Minden 500 molekulából egy olyan lesz, amely tényleg megjelenik a patikába, a kórházba, ami mondjuk működni fog vérnyomáscsökkentőként, cukorbetegség, milliói betegség ellen, de ígéretes vizsgálatok zajlanak. Szóval ez mindenképpen fontos. Viszont visszatérve az eredeti témára, ugye a legalizáció. Szóval az, hogy kinyissuk a kaput és azt mondjuk, hogy akkor lehet nyugodtan szabadon, és akkor kvázi egy ilyenfajta utopisztikus világot tudjunk teremteni. Nem. Ez itt alapvetően nem erről szól. Ez alapvetően arról szól, hogy vannak ezek az emberek, akik ugye az ígéret elköltöztek, ott vannak a Marson, valljuk őszintén, nem éppen a legjobb körülmények között, sőt, teljesen rossz körülmények között. Mondjuk, hogy egy gettóból lényegében. Igen, és ez valójában nem szól másról, mint a pszichoszociális gettóból való kitörés lehetősége, ami nem egy fizikális kitörés, hanem egy mentális kitörés. Ami alapvetően azért sokkal inkább egy politikai színezetű, mint mondjuk drog színezetű, és itt most nagyon-nagyon veszélyes vizekre kezdünk kevezni, itt 2022 ősze Magyarország és Magyarország, ugye a kommunikáció, és nehogy bárki ugye itt azt gondolja, hogy itt abszolút párhuzam van, de némi áthallás azért van ugye már itt a kettő között, hiszen ez a szerelsz tulajdonképpen miről szól, hogy manipuláljuk valójában az embereket. És ugyanezt látni napjainkban, amikor is ugye nézd az óriás plakátot, ugye az M1-et, hallgatod a Kossuth Rádiót és olvasd az Origót, és a legfontosabb dolog, ez a picike, hogy ne gondolkozz. Mert attól a pillanattól kezdve, ha elkezdesz gondolkozni, onnantól ez már veszélyes, mert rájöhet szarva, hogy szarva a palacsintába, ami már szépen folyik is ki elég rendesen, és alapvetően ez ugye tulajdonképpen erről szól, hogy én adok neked valamilyen cuccot, és akkor tök jól érzed magad, és így tovább. És mintha minden szép lenne. Így van, és ugye ennek van még ugye egy B variációja, amit ugye az ötödik elemben is lehetett látni, amikor az ember hazamegy, ott van az a, hát mondjuk ennek a szobának a fel, hát mondjuk nagyjából ekkora, mint ez a szoba, ahol az élettere, és akkor beül a nagy fotelba, fölteszi magára a virtuális szemüveget, és akkor búvárkodik a Karib-tengeren, síjjel, hegyet mászik, szexel, stb. És Harari mondta ezt, hogy az embereknek a jövőben ugye két dolog fog maradni. Amikor részben rengetegen leszünk, részben ugye feléjük a Földet, és azért lesz időnk, mert egy csomó mindent ugye, és ez is előjön ugye a dikkönyvekben, a robotok ugye megoldanak helyettünk, hát nézd meg mondjuk egy autógyárat, ugye, amelyik egy ilyen 5 futballpályi méretű csarnokot, nem arról szól, hogy ott emberek nagy kombinált fogóval olyanosan, hanem gyakorlatilag mint egy patika, olyan tisztaságú, mint egy labor, olyan tisztaságú, hogy sok időnk fog felszabadulni, és nem fogunk tudni ezzel valójában mit csinálni, mert nem fogunk tudni elmenni ide-oda, mert nem lesz erre lehetőségünk, és marad nekünk ugye a virtuális világ, illetve maradnak a tudatmódosító szerek. És ez tök érdekes, hogy ez ugye akkor, amikor ez a könyv íródott, amikor még nem beszéltünk ilyenekről, globális felmelegedés, jó, persze volt hidegháború, de az itt nem jön ebbe elő a hidegháború című történet, akkor ezt már ő tulajdonképpen vizionálta, de hát ilyen zseni volt Orwell is, ugye, aki azért szintén ugye mindezt leírta, vagy mondhatnám ugye Huxley-tól a Szép új világot, ugye szóma, ha mondom, segít a gondon egy-két centi, egyre bicenti. Szóval azért voltak olyan jövőlátók, akik azért valamit láthattak. És ezt nem tudjuk, hogy ez hogyan sikeredett neki. Lehet, hogy ezt ő csak elképzelte, de a franc ugye meg bejött. Bejött. És egyébként Dicknél az nagyon, és azért örülök, hogy erre kanyarítottad most a választ, mert ami nagy probléma szerintem manapság, és ezt a mindennapi függőségek előadásban szoktad is mondani általában, hogy az online meg az offline tér meg élet között mosódik el nagyon a határ. És szerintem egyébként valahol a drogokon túl erről is szól egy kicsit a Palmer Eldritch, hogy én kilépek abból az életből, főleg amikor az étert elkezdik használni, én kilépek abból az offline életemből, és elkezdem az online életemet élni egy fantáziában, egy virtuális világban. Ennek egyébként ennek megvan ugyanaz az addiktív hatása, abszolút, mint mondjuk egyszer használva. Hát hogyne, hát ezt már pontosan tudjuk, hogy gyakorlatilag nézd meg a közösségi médiát, az internet használatot, ez pontosan ugyanolyan függőséget okoz, mint maguk a kábítószerek. Mondjuk ebben kevésbé halnak bele az emberek, de hát ott van, hát ugye el sem tudja az ember képzelni azt, hogy most mit tudom én, a mobil
ugye erre hihetetlen átalakultunk. És persze nélkülözhetetlen, mert ugye egy kérdésre én azonnal szeretnék válaszolni. Mikor halt meg Savoia Jenő? Nem tudom. De már rá is kerestem. És már is ott van. Míg régen ugye mi volt? Nézzük, azt mondja, igen, életrajzi lexikon, benne van új magyar lexikon, enciklopédia, Britannica, vagy ha nem volt esetleg otthon ilyen, akkor leslatjuk a Szabó Ervin könyvtár, bemegyek, csókolom, ott négyes polc, előveszem, eltelt mondjuk fél óra, egy óra, amíg választ kapok. Nekem azonnal kellenek a válaszok, és persze ennek valami sok előnye van ennek az egész dolognak, hát belegondolsz abba, hogy mondjuk csak egy szakdolgozathoz, mondjuk amikor én végeztem az egyetemen egy kutató munka, cikkel, kivatkozás, stb. Állt az ember a létretetteiben a könyvtárba, ugye lapozgatta a folyóiratot, ami mindig elvágta az ujját, nyelte a port, stb. Én stb. Már nem te már nem így írtam, és ma megérted, beülsz, tök jó programok vannak, amikkel gyakorlatilag ugyanazt a kutató munkát lehet, hogy talán két nap alatt meg tudod csinálni, és ott van előtted 827 szakirodalom, amiből tudod a hivatkozásokat kiszedni, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És persze ennek azért ott vannak a veszélye is, ugye a plagizálás cím történet, ami régen azért nem derült ki így, de ma már ugye ezek a programok ugye ezt is ugye ki tudják szűrni. Van egyébként még egy függőség a Palmer Eldritch-ben szerintem, amit nem jelenik meg annyira hangsúlyosan, de Meyerson karakterénél éreztem azt, hogy ott jön el az a pont, amikor neki választania kell a családja, meg a karrierje között. És itt jön ki az, amiről megint mindig szoktál beszélni, ez a munkaalkoholizmus, és te szoktad is mondani büszkén, hogy te abszolút munkaalkoholistának tartod. Igen, de az ember, hogyha azért itt azért, és ahogy most már egyre inkább öregszem, az ember azért meg tudja talán teremteni azt, szóval kell tudni nemet mondani. Az igazság, akár felkérésekre, munkára. Én ennyi időt dolgozom, az nekem pont elég, és persze ettől ha nagyon nagy szal van a palacsintában, lebetegedés, a többi, akkor az ember nem egy, de nem ott kell elpusztulni ugye a munkaoltára, mert az embernek van azért most már, nem csak most már, hát máskor is volt, és azért mindig próbáltam ugye időt szakítani arra, gyerekre, családra, stb. De ebben nagyon-nagyon el lehet veszni, és ugye itt a multikultúra ezt hihetetlen módon előhozta, hiszen ugye, hogyha megnézed az irodaházakat, akkor jó, persze most már hamar sötétedik, de még nyáron is, azért nem ritka az, hogy mondjuk a este 8-kor, 9-kor még világítanak az ablakok, és nem feltétlenül azért, mert Marika néni a mópon éppen takarít, meg viszi ki a szemetet, hanem azért, mert ez egy elvárás, mert holnapra kell az anyag, meg kell csinálni. Jó, persze, járvány, home office, ugye ez otthon is működött, de hát pontosan ugyanezt láttam mondjuk a feleségemnél is, aki szintén multicégnél dolgozik, és bizony azért nem egyszer volt, amikor ilyen nagy anyagok leadása határide, és hiába csinálta, azért a hétvégén is elő kellett önni a számítógépet. Azért csak kellett akkor itt a többiekkel, akár telefonon, akár online konzultálni, és azért úgy be tudja darálni tulajdonképpen az embert, és egy csomó minden utána esetleg hátrébb sorolódik, és akkor az ember rájön arra, hogy megéri. Most persze világos, bekerül az ember mondjuk egy céghez, és akinek vannak olyan jellegű ambíciói, akkor ő valójában mit is szeretne, hogy az ő irodája a harmadik emeleten legyen, ahol már szőnyeg van, szép kilátással, az autó az lehetőleg ne egy hatos legyen, hanem mondjuk 3 literes legyen, és így tovább, amik ugye abszolút státuszszimbólumok ugye ebből a szempontból, de józanul belegondolva az ember azt mondja, hogy nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy mi az, amit fölvallok. És megmondom őszintén, én amikor eljöttem ugye a Honvéd Kórházból, és én azért 23 évig vezettem osztályt, akkor jöttem rá arra, hogy soha többet ért nem akarnék csinálni. És persze hívtak, hogy menjek ide-oda, amoda, és én nem. Én most is ugye itt 62 évesen beosztott mentőorvosként, és én csak úgy szoktam titulálni, koszoskörmű sürgősségi orvosként dolgozom, nem vagyok főnök, nem kell járnom értekezletekre, statisztikai kimutatás, stb. Csak ugye ezzel az a baj, hogy ez csak az tudja általában kimondani, aki megjárta a kutyát, és rájön arra, hogy ez azért persze jól néz ki, amikor mondjuk a mi szakmánkban is ott van ugye a tábla, és akkor oda van írva az embernek a neve, meg a titulusai, meg a tudományos fokozata, meg ez, meg az, meg amaz, de nem, ez nem minden. Ez a résztábla a kapolat című történet. Ami nekem még hangsúlyos, és egyébként, hogy az egy dolog, hogy tele van szimbolikával a regény, de hogy már a Palmer Eldritch név is maga egy szimbolika, és nagyon
szigorúan veszik és lefordítjuk, akkor ez egy talán félelmetes zarándokot, vagy hátborzongató zarándokot jelent. Tehát, hogy magát azt a... Én úgy veszem ki egy istenképet, amiként mondjuk Palmer Eldritch megjelenik. Amiben egy csomó gépi benne van, hiszen ugye az a három stigmája, így van. Az alapvetően pontosan tudjuk ugye, hogy ez miről szól. Hogy ez más könyveiben is ezek a beszélő nevek előjönnek. Így van. Ugye a saját nevéből, ugye a Philip, mint ló, ugye a Dick, mint ugye kövér, ugye a németben, hát ugye ez egy más könyvében most itt, nem tudom, hogy melyikben. De olvastam, hogy ez szintén előjön, ami szerintem egy jó dolog, mert részben az olvasónak az egy kis okot arra, hogy megfejtse, és akkor most hogyan, Horse Lover, ugye Horse Lover volt, Fat Horse Lover, igen, talán? Fat Horse Lover, most hülye név ez a Fat Horse Lover, hát most ki a Rosshebbnek jut eszébe Horse Lover, ez egy ilyen keresztnevet hozzáadni, de hogyha egy kicsit az ember utána néz, hogy akkor ez honnan, ez tulajdonképpen Philip Dick, ugye csak ugye kicsit németesítve, átrakva, és szoktunk tulajdonképpen így ilyen hülyeségeket mondani, én is nem is tudom, múltkor voltam előadni, és kérdeztem a feleségem, hogy ma hova menik, és akkor mondtam, hogy Little Finger Fly-ba, ugye kis újszállásra, és szóval az embernek az agya néha azért már hülye dolgokat tud produkálni. Dicknél az, hogy kvázi, és ugye benne is van az egyik híres idézete a könyvnek, az Úr megígérte az örök életet, mi el is hozzuk neked. De hogy valahol ez az istenkeresés... Ez a két farkú, ugye? Így van. Tehát ez mindenhol megjelenik, ez a típusú istenkeresés gyakorlatilag egész életművében. Te, és azt mondod, hogy egyébként a szerhasználat, leírások, azok teljesen belemások és megfelelnek a valóság. Tehát látszik, ez egy tapasztalati írás. De hogy te láttad egyébként a pályafutásod során a függőkkel kapcsolatban azt, hogy ebben van valamiféle, hát akkor nevezzük így, hogy magasabb entitáshoz való kapcsolódás, vagy egy istenkeresés, tehát hogy valahogy ezen keresztül elérni azt, amit a valóság nem enged elérni. Igen, lehet, de amivel én leggyakrabban ezeknél találkoztam, a visszaútnak a megtalálása. Ami nem feltétlenül egy halálközeli élmény, ugye, hogy akkor ott van, és akkor elindul, meg fény, meg a izé, és akkor visszajön című dolog, de számtalan betegen volt, aki mondjuk úgy indult el a visszafelé úton, hogy nem egy belövés kapcsán, hanem mondjuk őszi este, ilyen gányos időben ült mondjuk ott a kukák mellett valahol, tök üres utcán, és akkor úgy megszólította őt a világ, és rájött arra, hogy ha ezt tovább csinálja, akkor meg fog halni például. És ez volt az, ami nála egy visszafelé fordulás. Hogy ez most a maga az a környezet, ugye a sötét, a pára, a köd, meg az a kietlen kapualja, ugye a kukákkal, hogy de szóval olyat, hogy ott mit megjelent előtte, ugye Isten, és akkor szólt hozzá, ilyennel nem nagyon találkoztam, de valami megérintett. Mm. Lehet ez a valami, ez egy megfoghatatlan történet, mint hogy az egész istenkeresés is, ugye a groszticizmus is. Egy olyan dolog, ahol azért olyan konkrét, ezt nem tudom egyenletekkel leírni, nem tudom kézzel megfogni ezeket a dolgokat. Ez még egy olyan fal, amit nem ugrunk át soha, mert nem tudjuk, hogy olyan másik oldalon. Ez úgy van. Ez úgy igazándiból van. Egy olyan megfoghatatlan, egy olyan kötszerű valami. És ebbe persze rengeteg filozófus nekifutott ennek a dolognak, és próbálták ezt az egészet boncolgatni, meg pszichológusok is, ugye itt Dicknek ez az egész Isten keresése, hogy ez most ez hogyan is működik, ami előjön, ugye az szinte az összes létező könyvében, de ezt nem lehet konkretizálni. És ezt az ember szerintem saját magában se tudja konkretizálni, függetlenül attól, hogy mennyire vallásos, vagy mennyire nem vallásos, vagy ha vallásos, akkor éppen aktuálisan, ugye. Milyen valláshoz tartozik, vagy ha nem valláshoz, de tartozik valamilyen valláshoz, megkeresztelték zsidó, mohamedán, stb. Akkor is ez azért úgy csak előjön. És például nekem most itt a járvány kapcsán jött ez elő, ha nem is ez a klasszikus istenkeresés, de például nekem most volt először életemben olyan, hogy jöttem haza a kórházból éjszaka, hogy a kiárási tilalom volt, ugye tök üres volt az autópálya, hát kényelmesen lehetett jönni, szóval még arról se volt szó, hogy az embernek úgy nagyon figyelnie kellett volna a vezetésen. És bizony megálltam egy autópályaparkolóban, ami szintén tökéletes volt, kiszálltam, és talán egy fél óráskát ott elmerengtem azon, mert most jutott életembe először eszembe az, hogy én ebbe belehalhatok. És eddig soha ilyesmi nem merült fel a munkám
hogy most mit megkapok, hogy valami betegséget, ilyet, olyat, amolyat, de most először előjött, és lehet, hogy ez is bennem egy ilyen kvázi istenkeresés, vagy nem tudom, ezen így még nem gondolkoztam, de ez azért úgy engem is, megmondom őszintén előtt, egy kicsit megdöbbentett. Igen, egyébként Dick is alapvetően egy, mondhatjuk nyugodtan, egy író filozófus volt, és törekedett is rá szerintem, hogy azért nem nagyon adjon válaszokat, azt meghagyta nekünk, hogy majd mi kisilabizáljuk a műveiből. Hát ez túl egyszerű lenne. Túl egyszerű lenne. Na, és akkor megfejtés, fordítsd meg a könyvet, és akkor itt hátul, mint a fülesbe. Ugye régen ugye ott voltak a megfejtések, és akkor az ember fejtette a rejtvényt, és azt mondja, nem lát senki. Megfordítja, túl gyorsan beírta, hogy mit a ló szereti a nyulat. És megcsináltam, és milyen okos vagy. Neked mit üzent a Palmer Eldritch, és mit üzent mondjuk Dick? Mit jelentett ez a regény? Nem fogom még egyszer elolvasni. Ezt így? Nem, ezt abszolút kijelentettem. Nem egy élmény olvasás volt ez számomra, és ezt most nehogy kritikának vegyétek meg, nehogy ez egy negatív reklám, mert na, akkor kedves nézők, na ezt a könyvet soha, de azt gondolom, hogy ez érdemes elolvasni, megszenved vele az olvasó, vannak benne tényleg olyan részek, amelyik ilyen gördülék, hogy tényleg az ember így, és aztán van olyan, ami után az ember azt mondja, hogy az egészen című történet, már bocsánat ezzel a kijelentéssel, de igen, na szóval elnézést, de könyvet szoktunk időnként a fagyasztani, néha, igen. Hogyha ez erről szól, de alapvetően azt, hogy a mentális betegség és a kábítószer, az a kettő együtt az egy nagyon szar dolog. Amúgy se jó egy mentális betegség, ráadásul egy függőséggel mindez megspékelve. A másik pedig az, hogy azok a traumák, amiket az ember az élete során elszenved, azok úgy raktározódnak benne, és egyre telődik, ugye az a kis raktár, és azt nem fogja tudni megoldani, akkor az nagyon nem jó. És hogy ezek kommunikálni kell, de pontosan tudjuk, hogy milyen a lakosság mentális egészségügyi állapota, mennyire tudunk ugye problémát megoldani, ami azért tanulható dolog lenne, és erre azt gondolom nagyon sok energiát kellene fektetni. De összességében azért emlékezni fogok erre a könyvre, de hogyha majd megkérdezik tőlem valaha, hogy mi volt az a 10 kedvenc könyv, amit olvastam, akkor megmondom neked őszintén, hogy Palmer Eldritch 3 stigmája nem fog ebben az első 10-be szerepelni, és elnézést a kiadótól, hogy ilyet mondjuk egy általuk kiadott könyvre, de azt gondolom, hogy olvassák kell. Lesz olyan, aki ha ezzel kezdi, akkor nem olvas Dicket, de az ember a fellegvárban azt szerintem ebből a szempontból egy kicsit jobban emészthető könyv. Ha inkább azzal kezdjék, és utána ezt elő lehet venni. Ez nem a kamasz gyereknek való. Ez abszolút nem. Szóval ez nem az a science fiction, amit ugye zabál a kamasz gyerek, hogy a hős, aki Eldor várában, stb. Mágusként, és így tovább. De felnőttként, és úgy olvassák, szóval az vegye a kezébe, aki úgy érzi, hogy a mentálisan jól van. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Hogy elmondtad nekünk ezeket, és köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Figyeljétek majd még az oldalunkat, mert jövünk egy-két nyereményjátékkal, és pár napon belül pedig a novemberi könyvklub bejelentéssel. Sziasztok!